Tavaly országos szinten közel 960 ezer hektáros területről 8 millió tonna búzatermést takarítottak be a gazdák. Ennek körülbelül fele étkezési búza volt. Az aratási időszak után 15%-kal emelkedett a lisztára, a következő hónapokban pedig további 10%-os növekedés várható a szakemberek szerint. Három összetevője van most a liszt áremelkedésének. Egyik, hogy a palomipar igazából még a 2017-es béremelés sem áraszta be, és ugye ebben az évben is egy 12%-os kötelező minimálbér, illetve béremelés van a vállalatoknál. Tehát ez minket is érint részben költségben, illetve pedig aki hozzánk beszállítja a dolgait, azokat is érint, tehát ők is növelni fognak. A másik, hogy akik nincsen több éves szerződése, csak egy éves szerződése volt az E.ON-nal, vagy az E.M.A.S-szal, vagy az áramszolgáltatókkal, 30%-kal növekedett meg az elmúlt esztendőhöz képest most az áram ára. És bizony a malomipar az elég sok áramot használ fel nyilván az őréshez, mert nagyon sok villanymotorral dolgozunk. Ez a kettő kisebb költségtényező, és igazából a legnagyobb a búza áremelkedése. A búza ára tavaly augusztusban és szeptemberben tonnánként 43 ezer forint volt, most akár 49-50 ezer forintot is elkérhetnek a termelők a jó búzáért. Ez 6-7 ezer forintos emelkedést jelent tonnánként, amit a szakemberek szerint az iparág nem tud kezelni, ezért tovább fog gyűrűzni a kenyér árába is. A számítások szerint ez kilónként 6-8, maximum 10 forintot jelent majd. Egy ember itt Magyarországon kb. 80 kilónyi lisztet fogyaszt el egy évben, mindenféle formátás, sütemény, kenyér, tészta formájában. Tehát a 80 kilónál egy 7 forintos áremelés mondjuk azt jelenti, hogy 560, maximum 600 forintos emelés várható éves szinten. Költségnövekedésben egy fogyasztónál. Hát ez úgy gondolom, hogy a fogyasztókat nem fogja megrendíteni önmagába a lisztárnak az emelkedése, de nyilván tovább fogban gyűrűznek kenyér áremelésbe is. Azonban ez minden vállalatnál különböző időben és mértékben lép majd életbe. A cukrászipar és a tésztagyárak már jobban meg fogják érezni ennek a súlyát. Összességében tehát a liszt és a kenyér ára is jelenleg a búza függvénye. Magyarországon hirtelen emelkedett az ára, ezért most nem lehet kezelni a szakemberek szerint. Ha az előttünk lévő időszakban a búza ára lefelé menne, azt azonnal követi majd a liszt ára is.